Tessék nyugodtan jönni. Jövök, de én nem akarok semmit. Jó. Majd kivágom. Jó. Na sokkoló! Nagyon sokan vártátok ezt a videót, hát végre elérkeztünk ehhez is. Tök jó csendes helyen vagyunk, itt van velem a Bicó, el fogom mondani, hogy miből van összerakva. Darból igaz. De ez így nem volt értelme. Szóval el fogom mondani, hogy milyen alkatrészekből van összerakva. Ettől nektek valószínű jobb lesz, mert nagyon sokan szeretnétek ezt tudni. Szóval lássuk, a váz egy 2013-as VTP Envy váz, azt hiszem ő a V4-es már. Én ezt 2013-ban nem tudtam, fogalmam nem volt róla, hogy egy ilyen tök jó vázat fogok venni. Ezen van integrált hátsó kerékfeszítő, magyarul itt van egy ilyen kis csavar, feszíti meg a láncot, úgyhogy nem kell vele szarakodni, hogy folyamatosan a lánc feszes legyen. Más tulajdonsága nagyon nincs, amilyen nagyon jó, elől van egy gravírozás rajta, az még tetszett. Elég magas váz ahhoz képest szerintem, de nem az a túl magas, pont jó mindenféle stílushoz. A váz hosszúsága esetleg, ha még érdekel, azt elmondom, az 20-75-ös, ő nekem pont jó magasságra. A magassága a váznak az 8,5 col. KP-nál például nagyon könnyű ahhoz képest, mert minél alacsonyabb a váz, ugye annál nehezebben fogod be, instabilabb a KP. Villa az egy Total BMX Guy villa, vagy nem tudom. A szerencsétlen Guy, a Guy olyan, mint egy rossz Guy. Szóval elvileg ez már egy ilyen nagyon kihalófélben lévő villa. Nekem körülbelül 3 vagy 4 éve van meg az is, semmi bajom nem volt vele. A kormánycsapágy, az egy Éclat, az nagyon bevált, én nagyon szeretem az Éclat márkát. Ő egy króm színű, sose kattog, sose nyöszörög, ennyi, nyöszörög. Azt? Nyöszörög, nincs is ilyen szó. Megyünk tovább, Stucni, ő egy Subrosa, ő gyárilag ilyen felemás színű, hogy az alja kék, a fekete a teteje, vagy a teteje fekete, vagy szóval a teteje az fekete, és tök jó felültöltős, tehát magasabban tudod fogni, olyan hatást kelt, szerintem nekem nagyon bevált. ő az egyik legújabb cucca Bicomba, ő körülbelül olyan, menj innen, légy szíves, menj már innen videózni. Ő körülbelül olyan fél éves, hát mondjuk lehet picit több, lehet van már egy éve. A kormány az egy Amity RD Bar, nagyon inglisek legyünk, 8-8 magas, szélességre 30 széles, de én ezt használatba vettem, és valaki elfelejtett szólni, hogy ezt lenyes, tehát tök mindegy, mert amúgy KP-nál amúgy is beleakadna a lábam, úgyhogy ez így tökéletes, 28,5 szóra lett így lenyesve, szélessége, bőven elég. A markolat az egy ODI Longneck. Hát ő favorit, évek óta a Longneckkel bicózok, volt kék színbe, a kék az nagyon sokáig nálam volt, körülbelül olyan 3,5 évig, aztán vettem most ezt, ahogy megjöttek az agyak, gondoltam, hogy valahova még kéne egy kis narancsárga szín beletenni, úgyhogy az lett, és most nagyon szép narancsárgába pompázunk. Jó, akkor jövünk a középrészhez, egy Éclat csapágy, azzal sincs bajom, évek óta azt együtt vettem a vázzal, pontosan akkor. A hajtókar egy Total BMX Tanks Cranks, és most én nagyon angol voltam. Az egyik fel az bele van integrálva a tengelybe, tehát így két részesnek mondható, csak az egyik oldalon jön fel le. Hát megoszlanak a vélemények, van olyan, aki már tört ilyen hajtókar, közöttük én is. Ettől függetlenül én szeretem, elég könnyű hajtókarnak mondható, azt hiszem 840 g körül van, vagy valami ilyesmi, vagy 880, hogy olyan elég könnyűnek számít. A lánctányér az egy VTP Supreme, ő szerintem a legrégebbi dolog a Bicomba, ő körülbelül olyan 6 éves lánctányér. Ő volt úgy nagyjából az első cucc, amit megvettem vadi újonnan, nagyon boldog volt. Nagyon örültem neki, kb. 2 hetente áttörölgettem, meg minden, ami ugye nem jó, mert hát a lánc az úgyis olajos, meg nem szabadott letörölni, semmi ilyesmi. De engem ez nem érdekelt, én mindig takarítgattam, azóta is nagyon szép színe van. Persze, hát hogy elment volna a színe 5 év alatt? Tök jó, nincs behajolva, nincs semmi, mert nagyon sokba sajnos hamar 8-as lehet tenni, tapasztaltam én is, próbáltam így 1-2-t időközben, volt olyan, tettem egy másik márkából, megnézem más színűt, stb. Ezt nem adtam el soha, de valahogy ez mindig visszakerült, úgyhogy ez az örök favorit. A pedálok most Easternök, azt nem tudom pontosan, hogy milyen, Eastern az a lényeg. Előtte egy Dartmoor volt, az is műanyag volt, csak műanyag pedálokat használok. A Dartmoor az nagyon tetszett, csak már szétcsúsztam szinte teljesen az egyik oldalát, úgyhogy most kipróbálom ezt. Igazából ezzel sincs nagyon gondom, nekem tökre tetszik. Szóval erről a pedálról ennyit lehet tudni, meg itt az egész középrészről. A következő az a lánc, Salt Plus lánc, elvileg a legerősítettebb. Hát itt voltak kételyek, mikor megvettem, de sajnos annyit elestem már láncszakadásból, hogy utoljára majdnem a vállam bánta, és úgy voltam vele, hogy annyit megér, és ez szerintem tényleg igaz. Lassan egy éves, és nincs megnyúlva, nem szakadt még el soha, úgyhogy nagyon ajánlom, az az egyik legfontosabb dolog szerintem. Szálljatok rá, kell a lánc, mert ott nagyon sok terhelést kap a bicikli, és ha véletlen elszakad, nagyon csúnyákat eshettek belőle, én tapasztaltam, tehát mindig, olcsó lánc, nem kell vettem ilyen 800 meg 1500 forintokért, meg mit tudom én, aztán beláttam, hogy inkább egy ilyet, tehát megveszed, és sokkal tovább tart, és legalább nem szakad el, nem vered be a térded, nem esel el. Akkor elérkeztünk a két kerékhez. A két kerék, hát igazából ez most egy éve, hogy összeállt ez a kerékszett. Nagyon boldog voltam, mert nagyon kerestem ilyen agyakat. 2014 volt már, mikor kijöttek ezek az agyak, nem volt rá pénzem sajnos, nem tudtam megvenni, akárhogy spóroltam, nyáron melóztam, minden, nem volt rá úgy, mert hát ugye nem 10-20 ezer forint így az agyszett, és sajnos le kellett mondjak róla, de nem adtam fel, tehát folyamatosan nézegettem neten, hát ha van, használtam, stb. És találtam az angol eBay-en egy szettet, és pont az orrom előtt csapták le, úgyhogy boldog voltam, hát körülbelül rá egy hónapra az egyik közösségi média oldalon hirdettek egy ilyen szettet, úgyhogy azonnal le is csaptam rá, nagyon boldog voltam. Ha véletlen az a srác most nézi a videót, akkor köszönöm neki. A komplett ékletkerekek, ékletagyak, éklet pulsz agyszett, éklet küllők és éklet bondi felnik. Elől aero, hátul straight, tehát hogy elől le van kerekítve a pereme, hátul sima, fékfelületes, ha bár féket, hát nem tudom, középkorban használtam kb. Utoljára, de jó az, így vagányabb, biztos. Elől hátul szalt külsők, az ülés az pedig egy éklet... nem tudom, nem jut eszembe. Na mindegy, szóval ez egy ilyen kombóülés, idáig ér az üléscsövő, úgyhogy elég rövid, nagyon magasra nem is tudod húzni az ülést, be is van határolva az üléscsövő, hogy meddig lehet felhúzni, körülbelül eddig még, hogy kilógjon, vagy nem tudom így mutatni, tök mindegy, szóval ez inkább olyannak való, aki tényleg csak arra használja, hogy ha ráhuppan, meg csak ráülni, ez egy, hát akkor ez volt a legvastagabban párnázottabb változat, azt meg is vettem, most már vannak sokkal puhább verziók is, de ez nekem bőven elég színre, szerintem nagyon király, tök jól bírja az anyaga, ha bár az egyik oldal le van rúgva már elég szépen, de attól függetlenül még hagyom, aztán majd hogy alakul, lehet lesz másik, lehet nem, nekem így most nagyon tetszik, végre összeállt az egész, két kilépő az sima szalt, és a két agyvédő az pedig gyári éklet, ezekhez az agyakhoz való. Szerintem mindent elmondtam a bicikliről, nagyon szeretem, egybe van. Igaz, rengeteget kell vele foglalkozni, hogy mindig nagyon jó legyen, és nagyon sokan kérdezitek, hogy mennyi pénzbe volt, hogy mennyibe került, mennyi idő volt, tehát ez nem úgy volt, hogy én most bementem a boltba, költöttem több százezer forintot, és összeállt ez így, hanem évek alatt, hogy mindig ezt eladtam, azt vettem rá, stb. Így állt most ez össze. Tehát ez egy ilyen jó 4 éves projekt munkája most, amit itt láttok. Én tök büszke vagyok rá, mert nyári munkákból szedtem össze, akkor még ugye spórolgatni kellett rá, stb. Most már van több munkám, úgyhogy egyszerűbb a dolog, de hát mostanra meg már nem kell költeni rá, mert olyan szinten vannak a cuccok, hogy nem mennek szét. Én boldog vagyok, hogy erre költöttem, mert rengeteg mindent vontam meg magamtól, amiatt, hogy vegyem meg ezt az alkatrészt, vagy azt, hogy spóroljak rá, mert ugye rengetegen írtok, hogy ez nagyon drága, az nagyon drága, ez így van, és tudom, tehát nekem se az ölembe hullott, hanem gyűjtögetni kell rá, dolgozni, tenni érte, és utána tök jó, értékelni fogjátok. Én azt mondom. Úgyhogy ne csüggedjetek, össze fog jönni nektek is, és bicózatok sokat, és legyen ilyen fasz a bicótok. Na hát mára ennyi szerintem, mindent elmondtam róla, nyomjátok, és legközelebb találkozunk. Jók legyetek! Sokkolom! Ott ordít németül. Na mindegy.